Matematikus vagyok, elméleti számítástechnikával is foglalkozom, és számelmélettel. Az elméleti számítástechnikának az alapvető problémája az, hogy tudunk-e gyorsan számolni, ez a híres P egyenlő NP probléma, ez a nagy kérdés, mindenki ezen dolgozik. Számelméletben pedig additív számelmélettel foglalkozom, ami az egész számoknak a struktúráját vizsgálja. Erdő során probléma megoldását és az úgynevezett regulatív lemma megalkotását tekintik a legnagyobb eredményemnek. Széchenyi díjat kaptam, és kint kaptam az Amerikánból Steele díjat. A legnagyobb valószínű, hogy az Abel díj, ez egy matematikusoknak nemrég létesített díja a norvég kormánynak és a Norvég Tudományos Akadémiának. Van egy ilyen törekvés a matematikai osztály részéről, hogy megkíséreljük megvizsgálni, hogy mit lehetne csinálni, hogy ne utálják ennyire a matematikát. Mert a legtöbb diákot, ha megkérdeznek, akkor az első helyen a matematika szerepel, tehát azt utálják meg jobban, hogy lehetne ezen segíteni. Az az igazság, hogy jó iskoláink vannak. Tehát az elitet meggyőződésem, hogy matematikából és fizikából Magyarország mindig ki tudja termelni, még informatikából is. Én az első két évben matematika-fizika tanárszakon jártam, nagy tisztelője vagyok Turán Pál professzor úrnak, és gyönyörű előadást tartott, és akkor határoztam el, hogy megkísérlem ezt, hogy matematikus leszek. Erdős Pál akkor nagyon gyakran hazajárt, ő volt az, aki maga köré gyűjtötte a fiatalabbakat, ő inkább diszkrét matematikus volt. Hajnal András az barátom és mesterem, tőle sokat tanultam, hogy kell hozzányúlni egy problémához. Hajlandó voltam problémákon nagyon hosszú ideig gondolkozni. A sikertelenség nem vette el a kedvemet. Nem féltem a nehéz problémáktól, szerencsés voltam. Persze, hogy az eltérre jártam.